Több európai országban is csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma. Az óvintézkedések miatt bevezetett korlátozásokat azonban már egyre nehezebben viselik az emberek. Párizsban például rátámadtak a rendőrökre, így tiltakozva az ellen, hogy túl szigorúan tartatják be a kijárási tilalmat. Törökországban pedig kijárási tilalommal kezdődik a muszlimok szent hónapja, a Ramadán. Olaszországban a járvány kitörése óta először csökkent az új fertőzések száma. A járvány által leginkább sújtott Bergamo kórházában hétfőn történt meg először, hogy nem jelentkezett új koronavírusos beteg a sürgősségi osztályon. Csökkent a kórházakra nehezedő nyomás, 2537 beteg van intenzív kezelés alatt, és ez 62-vel kevesebb, mint az előző napi adat. Egy hónapon belül egyszer sem volt ilyen alacsony ez a szám, mondta az olasz polgári védelem vezetője. Eközben a római kormány őszre halasztotta a nyár elejére tervezett helyhatósági választásokat, a korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának kezdetéről még nem döntöttek. Párizs külvárosában az elmúlt éjjel tűzijátékot lőttek a rendőrökre az ott élők, így tiltakozva az ellen, hogy a rendőrség túl szigorúan tartatja be a kijárási tilalmat. A rendbontás már szombaton elkezdődött, miután egy motoros megsérült egy rendőri igazoltatáskor. Egy másik kerületben, ahol főleg bevándorlók élnek, hasonló támadások történtek, itt is tűzijátékokkal, petárdákkal lőtték a rendőröket. Volt, ahol szemetes kukákat és autókat is megrongáltak, így tiltakozva a jelentős rendőri jelenlét miatt, több embert letartóztattak. Franciaországban a halálesetek száma meghaladta a 20 000-et, a kórházban ápolt betegek száma továbbra is lassú csökkenést mutat. A párizsi kormány egyelőre fenntartja a hetek óta érvényben levő óvintézkedéseket. Eközben már a párizsi vízhálózatban is kimutatták a koronavírust. A Le Monde című francia napilap szerint nem a lakosság által fogyasztott ivóvízről van szó, hanem arról a hálózatról, amelyből a vizet locsolásra, illetve az utcák tisztításához használják. A megvizsgált 27 minta közül 4-ben megtalálták a vírus nyomát, ezért a városvezetés felfüggesztette a hálózat használatát. Szerbiában kedden ért véget a pénteken bevezetett 84 órás kijárási tilalom. A belgrádi kormány most némileg lazít az eddigi szigorú intézkedéseken is. Kinyithatnak a kisebb üzletek, piacok, autószerelőműhelyek és más szolgáltatást végző vállalkozások. De továbbra sincs tömegközlekedés, és este 6, illetve reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben. Könnyítés, hogy 18 órától ezentúl a 65 éven felüliek hetente 3-szor sétálhatnak a lakhelyük környékén. Törökországban viszont a korábbiaknál hosszabb 4 napos korlátozást jelentett be az államfő. Szerda éjféltől vasárnap éjfélig kijárási tilalom lép életbe. Csütörtök állami ünnep Törökországban, míg pénteken, április 24-én kezdődik a muszlim bőti hónap, a Ramadán. A hagyományok szerint ilyenkor a városokban esténként 10 000-ek gyűlnek össze a köztereken, hogy együtt fogyasszák el a bőti vacsorát. Idén ez elmarad. 23-24. Az a célunk, hogy megállítsuk a járvány terjedését, ez lehetővé teszi majd, hogy a Ramadán szent hónapja után visszatérjünk a normális élethez, mondta Recep Tayyip Erdoğan. A török elnök rendelkezése az ország 31 nagyvárosára vonatkozik, és több mint 60 millió embert érint.